tehát egyik esélyesének tartják a versenynek, ennek az egész magyar nagydíjnak, illetve ennek az Euróliga selejtezőnek. A legutóbbi magyar nagydíj, ugye Patrice Quartararo kiütötte a félelmetes kétméteres franciát. Tehát több ellenféle szemben is tud jól harcolni. Te mit vársz ettől a mestől, Robi? És mennyire igaz az, hogy valóban Attila az egyik nagy esélyes ennek a versenynek? Ez így igaz. Ő az egyik legnagyobb esélyes ennek a mér sorozatnak. Hoppá! Hoppá, egy fantasztikus kezdés. Azt hiszem ennél határozottan nem lehet kijelenteni. Kézzel, lábbal, nagyon jó Attila, ez látható is. És nagyon össze van rakva, hogy úgy mondjam, az egyik szóval. Hazai internetes oldal szavazatai szerint a magyar rajongók azt mondják, hogy Attilának kell győzni ezen a tornán. De hát természetesen azért itt nagyon kemény ellenfelek vannak még, hogyha túl is jut Attila a cseh fiún. A cseh doktoron, akinek ugye ez van a nadrágjára írva. Hát reméljük, hogy most Attila fog operálni ilyen gyönyörű szép rugásokkal és ütésekkel. Igen, fogással indult meg most előre a cseh Vacsekovszki. Karas nagyon taktikus. Nagyon pontos és nagyon erős. Mekkora ütés volt ez a jobbas. Hát tanítani kéne minden mozdulatát. Az időzítés, az erőt tökéletesen. És ahogy tökéletes szögben üti meg azt az egyenest. Hatalmasat ütött. Kétszer is bent van Karasnak az ütése. Cseh szerintem erre nem volt felkészülve, mert itt pillanatokon belül vége lesz a meccsnek. Vége is a meccsnek. Nem folytatja tovább a vezetőbíró, mert ennek így lészára.